Ő itt Virág, egy 3 hetes keverék kiskutya, akit néhány nappal ezelőtt halott testvérei mellett találtak az utcán. A babakutyáknak 8 hetes korukig az anyjuk mellett lenne a helye, éppen ezért azok, akik ezt tették az apróságokkal. A Herosz állatotthon vezetője szerint állatkínzást követtek el. Krebs Gyöngyi azt mondja, konferenciát szerveznek azért, hogy ilyen esetek egyre kevesebbszer forduljanak elő. Az egyik jogszabályváltozás az, hogy 8 hetes korig kell tartani a kutya vagy macska kölyköt, tehát nem lehet korábban elválasztani, de ez a kis Virág, aki itt van a kezemben, ő már 3 hetesen az utcára került nagyon szörnyű körülmények között, és úgy gondoltuk, hogy fontos, hogy időnként erről beszéljünk, hiszen nem csak az állatkínzás, amikor valaki ténylegesen bántalmaz egy állatot, az is állatkínzás, hogyha elűzik, elhagyják az állatokat. De nem csak a konferencia szól a felelős állattartásról, hanem a november 25-ére tervezett jótékonysági futás is, ahol a Lajkó Csaba ultramaraton futó és a Herosz állatotthon védencei várják a támogatásokat. A segítők minimum 1 kiló kutyatáppal vagy bármilyen más felajánlással nevezhetnek az eseményre. Lehet sétálni, szimpátiasétát szervezünk kölyökfutás, gyerekfutás gyerekeknek, illetve családi futás, hogyha a szülők is szeretnének futni. Aki nem szeretne futni, de nagyon szereti az állatokat, ők a Héroszhoz ki kutyákat, és lehet őket simogatni, illetve velük kocogni egy kicsit. A jótékonysági esemény fővédnökévé Östör Anna Máriát választották, aki maga is állatbarát, sőt, kutya tulajdonos. Én 11 évesen örököltem az apukámtól egy nagy német kutyát. A jótékonysági futás az Alba Pláza előtti térről indul november 25-én délelőtt 10 órakor, és a szervezők egészen délután 4-ig várják a támogatókat. A futás vagy a séta útvonala a Mátyás Király körúton kezdődik. A résztvevők ezután átmennek a Jókai utcán, majd a program a bevásárlóközpontnál fejeződik be.